Gesztely község önkormányzata az egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Gesztelyen és Gesztely Újharangodon elnevezésű pályázatából újul meg a helyi orvosi rendelő energetikai rendszere. Ennek a beruházásnak a keretében kerül sor a 2006-ban épült orvosi rendelő épületének felújítására. A meglévő fanyílászárókat műanyagra cserélik, illetve a falak és a tető is új szigetelést kap. Simon István polgármester elmondta, a cél az, hogy az elavult épület felújításával a fenntartása költséghatékonyabb legyen. Hőszigetelés kerül a homlokzati falakra 15 cm ásványgyapot. Ezen kívül a tetőtérbe a benne épített födém is 25 cm szigetelést kap. A négy tetőtéri ablakot kicseréljük Velux motoros távirányítással működtethető ablakokra, amelyek a jobb szellőzést fogják biztosítani. Az épület körül pedig a bejáratnál a lépcsőket, valamint a rámpákat, a régeket elbontjuk, helyettük újak készülnek, ezzel is még inkább megoldva az akadálymentes közlekedést. Ennek köszönhetően a babakocsik tárolása is sokkal jobb lesz, nagyobb tér fog erre szolgálni. A kerítés is bontásra kerül az északi és a keleti oldalon. Azon kívül térkövezésre kerül sor, valamint mozgáskorlátozottaknak parkolót fogunk itt kialakítani. A támogatás csak az épület külső felújítását érinti, azonban a polgármester hangsúlyozta azt, hogy belül is rendbe teszik a helységeket. A rendelőben a munkálatok során továbbra is működik a fogászati és házi orvosi rendelés, valamint a védőnői szolgálat. A felújítás idejére nem volt szükség az épület kiürítésére, így hamarosan megújult környezetben várják a pácienseket.